2013. február 1-én megkezdődött az adósságrendezési eljárás a Tiszafüredi Önkormányzat számára, amelyben a legfontosabb szerepet az úgynevezett adósságrendezési bizottság tölti be. A bizottság 5 főből áll, elnöke dr. Sóvágó Gyula pénzügyi gondnok. Március 19-én meghívást kaptunk a bizottság ülésére. Most önök is megismerhetik, hogyan működik ez a szervezet, milyen kérdésekkel foglalkozik, és hogyan hozza meg döntéseit. Az adósságrendezési bizottság működése ugyanolyan, ahogyan a képviselőtestület vagy annak bizottságai dolgoznak. Az ülésekre előterjesztések készülnek, a bizottság tagjai napi rendeket tárgyalnak meg, és határozatokat hoznak. Az adósságrendezési bizottság üléseit az elnök, dr. Sóvágó Gyula pénzügyi gondnok vezeti. Ezúttal jelen volt az ülésen dr. Csécsi Róbert ügyvéd is. Sóvágó Gyula pénzügyi gondnok egy, a bizottság működése szempontjából nagyon lényeges kérdés megtárgyalására tett javaslatot. Kérte a megjelenteket, hogy vitassák meg a vonatkozó jogszabályok értelmezésével, hogy mi a hatásköre az adósságrendezési bizottságnak. Idézte a vonatkozó jogszabályt, valamennyi gazdasági kérdésben az adósságrendezési bizottság dönt. Ez azt jelenti, hogy csökkent a képviselőtestület hatásköre. A második napi rendi pont a Benedek Gábor városi sportcsarnok helyzetével foglalkozott. A probléma itt is pénzügyi jellegű, hiszen a Hámori iskola használja legnagyobb óraszámban a csarnokot, amit jelenleg a Tiszafüredi Önkormányzat finanszíroz, akinek ez csak önként vállalt feladata. A harmadik napi rendi ponthoz egy táblázat készült a bizottság számára, amely az önkormányzat peres ügyeit foglalta össze, azok pénzügyi kihatásaival. A negyedik napi rend egy olyan feladat előkészítése volt, amelyet szintén az adósságrendezésről szóló törvény fogalmaz meg. A pénzügyi gondnok áttekinti a helyi önkormányzat gazdálkodását, és feltárja, hogy milyen okok vezettek az adósságrendezési eljárás megindításához. Dr. Sóvágó Gyula indítványozta, hogy szakértőkkel vizsgálják felül az intézmények működését a 2010-2012 közötti időszakban. Az ötödik napi rendi pontban a bizottság a beérkezett ajánlatok alapján megbízta a KBT közbeszerzési Kft.-t egy közbeszerzési eljárás lebonyolítására. Az ülés utolsó részében Pintér Erik a polgármester és a gazdasági iroda vezetője több ügyben kérte a pénzügyi gondnok állásfoglalását. Műsorunk végén láthatják azt a beszélgetést, amelyet az adósságrendezési bizottság két tagjával, Vargáné Balog Irén és Bíró Mihály képviselőkkel készítettünk.